köszöntünk most akkor téged, jó? Figyelj, megelőlegezem neked, hogy betöltöd, jó? Úgy, de hazafele veled valami történik, ezt megírják. Na mindig elényeg azt, hogy nézem ilyen, hogy kaszom elátta a jövő. Na figyelj, egy boldog születésnapot énekeljünk el a hölgynek. Nézd, a nevére már nem emlékszem. Fruzsina? A kis sikeri siker. Na, figyelj, oké. Mindenki énekel. Boldog szüli. Decinóbert. Boldog szüli. Boldog szüli napot, Fruzsi vagyok. Boldog szüli. Boldog születésnapot, drága Fruzsim. Ez nem úgy van, nem fújj el a tortát. Köszöntjük Kassa Tibor Tajkán. Tibi, légy szíves, mesélj egy pár szót, hogy hol érezted magad itt Tajkán. Egyébként baromi jól, rengeteg ilyen fürdőrendezvényen vagyok, meg minden rendezvény, azt gondolom, hogy ez a nyár, ez egy ilyen kaszanyár. Tehát, hogy konkrétan minden hétvégén 6-7 koncertem van, tehát, hogy rengeteget játszom, nagyon jó arcok az emberek mindenütt, és ezek a fürdőrendezvényeket kimondottan szeretem, mert bár nem annyira nagy tömegrendezvények, tehát nem olyan, mint egy 5000-es városi rendezvény, hanem pár száz ember van, de ők azért vannak itt, hogy egy kis esti fürdőzés, egy kis buli, tehát ők tudják, hogy miről szól az, hogy itt vannak. Úgyhogy én borzasztó jól éreztem magát, hogyha mondjuk oda elnézel, nem tudom, én most nem látjátok, de ott rengetegen várnak. Majd megmutatjuk. Majd nyilván megyünk oda. És esetleg nem gondoltál arra a koncert közben, hogy beugrasz egyet a medencébe, és onnét esetleg valahogyan a tömeget próbálod énekeltetni, és egyéb ilyen ambíciói nem voltak közben? Tökéletesen fogalmaztál. Abszolút nem volt olyan gondolatom, hogy beugorjak a közönségbe. Imádok egyébként füldeni, csak azt tudni kell, hogy ha én leveszem a pólómat, abba a közönség beledöglik. Tehát az látványban annyira nagy sok tudod, hogy meg se próbáltam még igazából levenni, tehát hogy nem tudom, hogy mi történne, lehet, hogy összeomlana a téridő kontinuum, hogyha levenném a pólómat. Soha nem volt még rá precedens. Otthon is ruhába fürdök, mert szorongok a önmagam látványától.